Az alábbi kísérletben egy fénysugár prizmán való haladásának útját fogjuk vizsgálni. Lézerfényt ejtünk a prizma egyik oldalára, a felületről a fénysugár visszaverődik a visszaverődés törvényének megfelelően. Másik része behatol a prizmába és megtörik. Majd az újabb törőfelületen törést szenved a fénysugár, és ezen a felületen kilép. Erről a felületről még van egy visszaverődött fénysugár is, azt érzékeljük, hogy szintén a visszaverődött fénysugár kijut a prizmából. Kezdjük el növelni a fénysugárnak a belsési szögét, és nagyon érdekes jelenségre figyelhetünk föl. Mint azt már az előző videóban is láthattuk, lesz egy olyan belsési szög, amelynél a második törő felületen a fénysugár úgy törik meg, hogy a felülettel párhuzamosan halad, az a felületre belsési merülegesével 90 fokos szöget zár be. A fénysugár másik része visszaverődik, és az újabb törőfelületen szintén visszaverődés szenved és kijut a prizmából. Ha kicsit jobban megnövelem a belsési szöget, akkor teljesen eltűnik a megtört fénysugár, a fény a második törőfelületen teljes mértékben visszaverődött, majd az újabb törőfelülethez érve szintén teljes visszaverődést szenved. Tegyünk be most egy második lézerfényt, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha két párhuzamos fénynyalábot ejtünk be egy prizmának a felületére ilyen esetben. Jól látjuk, hogy az eredetileg párhuzamosan beérkező fénysugarak a prizma törő felületein teljes visszaverődést szenvednek, és a második visszaverődés után kijutnak a prizmából, sőt az új fénysugarak is továbbra is párhuzamosak maradnak egymással. Takarjuk ki az egyik fénysugarat. Látszik, hogy ekkor ugye a belső fénysugár az, ami eltűnik. Most megérintem a külső fénysugarat, és ott is ugye a külső fénysugár tűnik el, vagyis gyakorlatilag a prizma megváltoztatta a fény irányát. Megfordította.